mutatkozzon be, ismertesse a programját. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves minnyájukat. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Köszönöm szépen, hogy ezt a kora estét, vagy legalábbis ebből a kora estéből valamennyi időt rám szánnak, hogy bemutatkozhassam önöknek, illetve néhány szót beszéljünk arról, hogy mi az önök elképzelése, mi az önök problémája, mi az önök javaslata. Hölgyeim és uraim, én most már nem is tudom, talán közel a 30. ilyen fórumon veszek részt, mert Veszprémen kívül jártam már nagyon sok kis településen, és még nagyon sok helyre fogunk elmenni az előttünk lévő közel 2 hétben, de a csolnoki lakótelepre, a csolnoki iskolába különösen szívesen jöttem. Érzelmi dolgok is motiválnak engem ebben a dologban, és pedig az, hogy bennem nagyon-nagyon bennem él, akkor, amikor 2007-ben összevontuk a csolnoki általános iskolát a Nagy László általános iskolával, és mennyire normálisan, mennyire emberi módon, mennyire mindenkinek az érdekében és mindenkinek a javára történt az az intézkedés. És én arra is büszke vagyok, hogy akkor Porga Gyula volt az alpolgármester, én pedig az Oktatási Bizottság elnöke, és nagyon szorosan együttműködtünk. Ez egyébként Gyulának volt elsősorban az érdeme, meg azoknak a pedagógusoknak, akik ott dolgoztak, és itt dolgoztak, és valamennyien a legjobbat akarták ebben. Én közel 20 éve élek a családommal ebben a városban, és nagyon-nagyon örülök, hogy ebben a városban élhetek, lakhatunk. Én azt szoktam mondani, hogy Veszprém Magyarország legszebb megyeszékhelye. Itt a Bakony és a Balaton ölelésében jó itt élni. Én egyébként a közelben, az újtelepi városrészen, az autóbusz pályaudvar fölött élek a családommal egy normális polgári családi házban. Az én feleségem egyébként középiskolai tanár. Én nagyon-nagyon régóta dolgozom a közigazgatásban, dolgoztam önkormányzatnál helyi szinten, dolgoztam megyei önkormányzatnál, kedves kolléganőm itt ül önök között, és dolgoztam 5 évig a Zirci Kistérségi Társulás munkaszervezet vezetőjeként, és hát dolgoztam majdnem 1 éve Devecserben aljegyzőként. Elmondhatom nyugodtan, hogy én ismerem az önkormányzat minden oldalát, az önkormányzatiság minden csinyát. Mire is hadd számoljak be önöknek örömmel, ami többek között szintén egy közvetlen belügyminisztériumi segítség volt, hiszen 10 millió forintos támogatást nyertünk el egy pályázat keretén belül, amellyel a térfigyelő kamerahálózatot tudjuk bővíteni. Úgyhogy én ennyit szerettem volna felvezetőként elmondani, és hogy pontosan belügyminiszter úrnak milyen napi feladatai is vannak, hogy segíti a veszprémiek, a Veszprém környékiek életét, illetve minden magyar polgár életét, arról felkérem dr. Pintér Sándor belügyminiszter urat, hogy tájékoztasson be minket. Köszönöm szépen, ha megengedik, én előbbre jönnék, mert több szeretettel közel vagyunk és közel beszélgetünk egymással. Én ezt egy beszélgetésnek tekintem, és úgy gondolom, hogy így jobban meg tudjuk egymást érteni. Legelőször is azzal szeretném kezdeni, hogy miért lényeges a belügyminiszternek, hogy egy országgyűlési képviselő választási kampányában részt vegyen. A belügyminisztériumnak ugye 2 nagy feladata van. Első lépésben stratégiát épít ki különféle területeken, és ezt a stratégiát a későbbiekben meg is kell valósítania, meg is kell minden napok során tennie, hogy önök biztonságban éljenek. Ennek megfelelően a stratégiához biztos pillérek kellenek, ahhoz, hogy amit elképzelünk és szakmailag jónak találunk, azt a parlament megfelelő módon megszavazza. Na most a belügyminisztérium működési területének a jelentős része 2/3 törvényekre épül, tehát szükségünk van arra, hogy ezeket a 2/3 törvényeket biztos, hogy megszavazzák. Ezért lényeges a számunkra többek között, hogy most itt vagyunk és az országgyűlési képviselői választáson együttműködünk annak érdekében, hogy biztosak lehessünk a későbbiekben ennek a 2/3 többségnek a meglétében.